Áldást, békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Józsué könyve 24. részének első verséből szól hozzánk Isten igéje. Józsué összegyűjtötte Izrael minden törzsét Sikembe. Egybehívta véneit, családfőit, bíróit és elöljáróit. Odaálltak Isten színe elé. Miért volt szükség arra, hogy Józsué összehívja a népet? Miért nem lehetett ezt sátranként vagy lakóhelyenként megtenni, hogy mindenki a maga házában, falujában, törzsében, lakóhelyén álljon Isten színe elé, és tartsa meg az Isten tiszteletet? Miért volt fontos az, hogy ennyien együtt legyenek egy helyen? Azért, mert meg kellett élnie a népnek az összetartozás, az együvé tartozás méltóságát és élményét. Amikor Isten népe együtt van, akkor együtt tudnak örülni. Ugyanezt éljük át mi is, amikor kimozdulunk otthonainkból, és elmegyünk a szent helyre, a templomba, a gyülekezetbe, hogy találkozzunk Istennel, és találkozzunk egymással. Egészen más az online vagy zoomos közösség, a rádióban hallgatott vagy tévében nézett istentisztelet, az is nagyon jó, ha nincsen más lehetőség, de ha van rá lehetőség, az élő, személyes találkozást semmi sem pótolja. Így éljük át közösen a csodát, hogy közös szentírásunk van, egy kijelentést kaptunk Istentől, az ő ígérete mindannyiunknak szól, egy Istent imádunk, tisztelünk, szeretünk, szolgálunk. És meglátjuk a találkozásban, a másikban a testvért, az atyafit, együtt hallgatjuk Isten szent igéjét, együtt dobban a szívünk, együtt énekelünk, és együtt hajtjuk imádságra fejünket. Csodát élünk át, amikor együtt állunk oda Isten színe elé. Van ebben erő, van ebben áldás. A népnek meg kell értenie, hogy Isten nem csak személyesen vezeti az embert, úgy is, hanem van kollektív kijelentése a gyülekezet számára. Nem csak az egyes emberhez van szava, kijelentése, hanem a közösséghez is. Isten nem csak azt mondja, Sámuel, Sámuel, és a silói szentélyben, az éjszakában kijelenti magát egy gyermeknek, hanem Istennek van kollektív kijelentése is, hogy az egész népnek kell együtt hallgatnia. Ott kell lenni mindenkinek, hogy mindenki részesüljön annak áldásaiban. Imádkozzuk az énekíróval, itt van Isten köztünk, ők itt éjjel, nappal, angyalsereg, álts magasztal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. Halld, Urunk, szózatunk, ha mi semmiségek, áldozunk te néked. Amen.